Az idén 26 éves Kékmadár Fesztivál ez évben is igazán szórakoztató kulturális előadásokkal kecsegtet. Nagy a készülődés a rendezvény körül, hiszen alig 2 hét és ismét leszáll városunkba a Boldogság Kékmadara. A május 18-ai testületi ülésen, mint minden évben, most is napirendi pontként szerepelt az alapítvány támogatása. Tavaly évben is 1 millió forintot biztosított a rendezvényhez a hivatal, illetve a önkormányzat. Most is ugyanez volt a kérése a rendezőknek, hogy 1 millió forinttal járuljunk hozzá. Természetesen nincs miért nem támogatnunk ezt az alapítványt. Majd a polgármester szavait követve dr. Filvig Géza, a jogi bizottság, Katus Attila pedig a pénzügyi bizottság nevében szintén elfogadásra javasolta az előterjesztést. Szót kért Bolvári Ferdinánd is, mint önkormányzati képviselő, s mint a kulturális, oktatási és szociális bizottság elnöke. Köszönöm a szót, polgármester úr! A Kulturális Oktatási és Szociális Bizottság tárgyalta a napirendet, elfogadásra javasolta. És egy személyes kérésem lenne képviselőtársaimhoz, apparátus tagjaihoz, ne csak pénzzel támogassuk a Kékmadár Alapítványt, hanem részvételünkkel is azokon az eseményeken, amelyeket igen színvonalasan meg fognak rendezni a városban. Mindezek után szavazásra bocsátották a kérelmet, melyet egyöntetűen 12 igennel elfogadott Kalocsa város képviselő testülete, így a Kékmadár Beteg Gyermekekért Alapítványt az önkormányzat 1 millió forinttal támogatja 2018-ban.